Rendőrautó érkezik, így látja a hőkamera. Talán az egyik legcsendesebb éjszaka rögzítettük a felvételeket az ásotthalmi határban. A határsértők ezen az éjszakán nem a létrázást választották, hogy átjussanak a kerítésen, hanem kaput vágtak, nem is egyet. Az egyiket órákon át figyeltük, nyitva volt, csak az nem jött át rajta, aki nem akart. De éppen nem akart, legalábbis amíg kint voltunk. A stábunkat navigáló ásotthalmi mezőr szerint ritka ez a fajta nyugalom a határon. Az ideiglenes biztonsági határzárat 8 évvel ezelőtt a menekült válság idején építették. A kormány azt várta tőle, hogy megállítja a Nyugat-Európába tartókat. Az elmúlt két napban ásotthalom környékén forgattunk. A helyiek szerint a határzár már nem úgy működik, mint korábban. Az embercsempészek szervezett módon kísérik át rajta a menekülteket, akiket utána a rúzsai erdőig visznek, majd onnan indulnak útra Nyugat-Európába. Most azt mutatjuk be, hogy mi és pontosan hogyan történik a térségben. De nézzük meg még egyszer a kerítést, erővágóval pillanatok alatt átvágják a betonvasat, és már nyitva is a kapu, amin egy nagyobb csoport gyorsan átjut, pedig szuperbiztosra tervezték, legalábbis Orbán Viktor miniszterelnök erről beszélt 2017-ben. Ezért építjük most mi a második biztonsági falunkat, második biztonsági kerítésünket, ez május végére el fog készülni, és ez olyan lesz, ami a legnagyobb Törökország felől érkező legnagyobb tömegek feltartóztatására is képes. Autóroncsok az erdőben, katasztrófa filmet idéző képek, szomorú képet mutat ásotthalom és térsége. A 2015-ös menekültválságot viszonylag nyugodtabb évek követték, majd újabb fordulat érkezett. Az embercsempészek egyre agresszívabbak, baleseteket okoznak, a helybéliek pedig félnek. Nem a határsértőktől, hanem az őket elképesztő összegekért szállító és kísérő csempészektől. Erre is panaszkodott közösségi oldalán Pap Renáta. Ásotthalom polgármestere lövésekről is beszélt az Átlátszónak. Ami változott nyilván, ez is köztudott, hogy lövöldözések, gyilkosságok, az embercsempész bandák közötti háborúk ugye folyamatosak a határ túloldalán. Itt az elmúlt időszakban is több olyan éjszakai lövés hangokat hallottak az 55-ös út környékén, például nálunk ott az egy népszerű gyűjtőpont, 33-as kilométer környéke, 34-es is, amik nyilván tudjuk, hogy egy ilyen két banda közötti összecsapásból történő lövéshangok voltak. Akik a határkerítés környékén laknak, ők ugye folyamatosan hallják a túloldali lövöldözéseket is, tehát azért tudjuk, hogy fegyvereket is találtak a határ mindkét oldalán már táskákban, illetve ilyen migránsfészkekben. Tehát ez azért nagy mértékben növelt a lakosságnak a félelmét. És hát nyilván változott az is, hogy erre a nagy létszámú tömegre, akik ugye 50-es, 100-as csoportokba jönnek át, egyre fejlettebb embercsempész hálózat épült ki. A polgármester szerint a helybeliek ennek ellenére emberségesek és segítőkészek. Itt nagyon fontos azt látni, hogy a humánum az továbbra is megvan az ásotthalmiakban. Tehát most is volt a nyári időszakban a kánikula heteiben, napjaiban, hogy itt ragadtak csoportok, nyilván elfogyott az a kis fél literes vize, és volt, aki most is vizet adott, folyadékot adott azoknak, akik rászorultak erre, vagy hogyha törött lábbal sikerül a kerítésen átjönni és segítséget kér, akkor mentőt hívnak hozzá. Tehát e fajta humánum az továbbra is megvan. Itt nyilván, ha egy emberről van szó, teljesen más a helyzet, mert akkor látjuk, hogy oda jön segítséget kérni, és akkor továbbra is ez működik, de amikor tömegekről van szó, akkor igen, a félelem az úr egyértelműen. Renáta többször kért kormányzati segítséget, nem kapott. Küzdenek a roncsok miatt érkező hazai bűnözői csoportok ellen, valamint a szeméttel. Szerint a kerítés a mostani formájában kevés. Rengeteg milliárdot költöttünk a kerítésre, de nem került mellé az a jogi intézkedésrendszer, amivel ez betölthetné a szerepét. Az, hogy tovább utaznak, átutaznak az országon, nyilván egy hosszú távú célrendszer tekintve lehet jó, hiszen ugye szerintem a hazai gazdasági helyzet nem tudná azt ellátni, amit nyilván a nyugat-európai most már egyre nehezebben, de még próbál. Tehát ilyen mértékű embertömegek ellátására és akár segélyeztetésére, beintegrálására a hazai rendszerek én úgy gondolom, hogy nem alkalmasak. Így nyilván
a határvédelemnek a megerősítése lenne az elsődleges feladatunk. Nyilván, aki át szeretné lépni a határt, nyitott határátlépő helyek vannak, ahol azt legálisan, szabályosan megteheti. Onnantól kezdve, hogy nem itt érkezik, jogsértést követel, és joggal feltételezhetjük azt, hogy a szándékai sem elsősorban a segítségkérésre vagy a jó szándékra alapulnak. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy nem tölti be a szerepét továbbra sem ez a fajta fölépített rendszer. Embercsempésszel pedig szó szerint bárhol össze lehet futni, ahogy azt a mezőrrel tettük. Nézd csak azt az emberkét ott, az mit csinálott? Az nem egy gazda a táskával a kezébe. Látod? Látod a csávot, hogy az nem egy gazda, rá tudsz zoomolni? Nagyon nem. Mindjárt átmegyünk a másik útra, ott jön kifel a migráns, olyan mondom neked, hogy az a sétáltató leadta a csoportját, és majdnem biztos vagyok benne, most jön ki, mindjárt elé megyünk. Ő kijön, oda megy az 55-ös úton, oda sétál az Edókútra, leül, megvárja, amíg jön a taxi, ugye a rendőr szállító autó, és szépen visszaviszi röszkére, és jöhet újra. Tehát dobhatja a következőt, úgymond. Vagy van még egy dobásra, vagy hogy mondjam, hogy ne legyen félreérthető. És megyünk a táskás emberhez. Hello! Mi a helyzet? Where are you from? Sorry. És where are you going? Aha. Petrol station? Akkor go. Go. Menjél te. Mindjárt ki megy az 55-ös útra, igazándiból neki most az a célja, hogy elérje az 55-ös úton az Edo benzinkutat, pontosan tudják, hogy onnan szállítja őket vissza. Röszkére a rendőrautó ingyen és bérmentve. Ez egy sétáltató ember, ő leadta a csoportját, innen valahonnan nem messziről elvittek egy migráns csoportot. Ő volt az, aki felkísérte őket a határkerítéstől a felvételi pontig. Most ő föladja magát, visszaviszik, majd este jöhet újra. Úgyhogy én azért nem akarom megfogni, mert semmi értelme nincsen. Sétáljon legalább, kopik a talpa egy kicsit. Nem bánt senkit, az 55-ös úton itt a benzinkút nincsen messze. Ezért tudja a dolgát, szépen visszamegy. A migráció nem csak ásott halom, hanem a térség problémája lett. A sétáltatók a hatásávtól 10-15 kilométerre kísérik a csoportokat, onnan hajnalban és sötétedéskor indulnak a szállítások. Ugye mennek föl rózsai határba, a Székely-Szikelt útra, meg a Borbás kereszt, a Rúzsai köves út, ahogy megy a Szegednek is, ott van ott egy kereszt, az Anyag Borbás kereszt, na ott van nekik a találkozásuk, ezek a migránsok, és akkor, vagy az is az embercsempészekkel, és akkor oda mennek értük, és akkor viszik őket. És hova viszik, merre viszik, hát csak viszik őket arra. Az osztrák, mert mennek itt az izék, azt akkor mondják, hogy Ausztria, Ausztria, ó, fiam, Ausztria. Hát itt rakták őket azt, hogy itt vagy, fiam, Ausztrián. Ide nem messze, gondolom, mondják nekik. És akkor Ausztria. Hát ez nem Ausztria, édes fiam. Volt, aki arra panaszkodott, mióta elengedte a kormány az embercsempészeket, azóta vannak nagyobb gondok. Korábban nem volt ilyen útvonal. Ez mikor változott meg? Hát ez körülbelül így 3 hónapja, nagyjából. Tehát amióta az embercsempészeket újra elengedték, előtte ugye egy csönd és nyugalom volt, ameddig bent voltak, azt most, hogy újra elengedték őket, elmennek, szétnéznek, mindenfelé az autóroncsok, a szemetek. Tehát borzalmas, mi van ezen a részen, lopják szét a gépjárműveket. A túloldalon, főleg az afgán állampolgárságú bűnszervezetek tagjai között több olyan személy is van, ami a 2021-es tálib hatalomátvételnél fegyveres szolgálatot teljesített Afganisztán területén. Tekintetekből látszik, hogy ki mennyire figyeli a rendőrt. Például gyerekeket használnak ilyen pajzsnak. Az elmúlt időben egyre agresszívabb. A kormány gyakran állítja, a határsértők agresszívak. A helyiek szerint valójában ez az embercsempészekre igaz. A kormánynak kellene közbeavatkozni, én szerintem csak egy jogszabályt kellene hozni, hogy a rendőrség ne taxi módjára működjön, hogy ha elkapják ugye a migránsokat, akkor azonnal viszik vissza a határátkelő helyre, hanem igenis ne megakadályozni azt, hogy ne jöhessenek át a kerítésen, hát ami már szanaszét van darabolva, idézőjelesen kerítés.
csak egy jogszabályt kellene változtatniuk, és elég volna ez a rendőrségi mennyiség, tehát a határvadászok nem kellene itt több ezer, hogyha megvonna az a jogszabályi környezet, hogy akár gumilövedékkel lőhessék őket, hogy már pedig lenne jöjjenek. Mert ez, hogy csak visszakísérgetik őket, tehát ez szerintem ez abszurd. Gárdján Zoltánnak sarkos véleménye van a kialakult helyzetről. Van bármiféle kontaktus köztük? Tehát azon kívül, hogy ők itt jönnek, mennek, megfogócskáznak a rendőrökkel? Tehát így a lakosok felé ők bármit mutatnak? Lakosok fele próbálkoznak, főleg nyáron akarnak bejönni ide a tanya területére, hogy vizet szeretnének. Illetve nem vizet, mert legelső sorba telefont, mert az ő telefonjuk lemerült, és hogy a csempészt föl tudják hívni telefonon. Ezért szeretnének telefont kérni, hogy adjuk, de természetesen nem adjuk oda a telefont. Tehát a másodsorban, tehát elsősorban ezért jönnek be, másodsorban azért, hogy vizet szeretnének. De az is csak azért szeretnének vizet, hogy valahol itt az erdőben meg van bújva a csoport, és ugye a csempész még nem tud értük jönni, vagy azért, mert ugye a rendőrségi jelenlét miatt, és akkor meg akarják várni ugye a váltási időszakot, vagy hogy kevesebb rendőr legyen, és akkor azért itt az erdőbe itt tanyáznak, tehát le vannak bújva valahol, és akkor kérnek vizet, hogy addig el legyenek, amíg el nem viszik őket. A környéket uraló probléma miatt Rúzsán lakossági fórumot is tartottak, ahová térség kormánypárti országgyűlési képviselőit is meghívták. Sem a környékbeliek, sem a sajtó nem mehetett be. Képviselő úr, utána egy interjút lehetne? Nem. Miért? Nem kívánok nyilatkozni. Itt lesznek a gondolom, akkor, amit ott elhangzik, azt nyugodtan használjátok. Azt, látta ezt a feliratot? Ja, ezt nem láttam. Tehát milyen lakossági fórum az, ahol nem lehet beszélni a migrációról, és mint országgyűlési képviselő jelen van? Nem tudom, lakossági fórumot nem hívtam össze, és ennél többet nem kívánok mondani. Ön miről fog beszélni? Most éppen tárgyalásban vagyok, ne rögjön. Te titok az, hogy mi történik a határon, nem, és mit tesz a kormány? Mihály Béla nem válaszolt, másnap Facebook posztban elemezte a fórumot. A helyiek szóba álltak velünk. Mikor jelentek itt meg először? Hát szerintem 15-ben, utána volt egy kis szünet, és most olyan 2 éve körülbelül, de akkor most már olyan szinten, hogyha széttetszik nézni itt a falu határába, szinte mindenfelé roncsautók vannak, olyan autók, amivel karamboloztak, beesik a bokorba, ott hagyja az autót. Egyik felé egy autó, másik felé 3 autó is van. Tehát ha arra elmegyünk Ötömös felé, ott egymás után 3 autó van a rúzsatáblától egy pár száz méterre. Mit várnak ettől a lakossági fórumtól? Hát szeretnénk, hogyha valami olyat mondanának, amitől kevesebb lesz a migráns. Ön szerint ezt hogy lehetne megállítani, vagy hogy lehetne ezt egyáltalán hát kontrollálni? Én nem tudom, mert ha tudnám, akkor most nem jöttem volna. Mibe bízik, hogy a rendőrség tud valami megoldást kínálni erre a problémára? Hát reméljük, azért jöttünk most. Majd utána hát, ha többet tudunk. 2,5 órása nyúlt a beszámoló, Nagy Józsefnét kérdeztük újra. Itt most megnyugtatás szerintem nem volt. Sokan kiengedik a gőzt azzal, hogy elmondhatják a történéseiket, és hát próbálnak rá válaszolni. Volt bármi konkrét ígéret? Igen, egy kormányrendelet, ami készülőben van, és erre a térségre fog vonatkozni. És valami határideje ennek? Azt nem hallottam, nem biztos, hogy megvártam. Vissza Ásotthalomra, de már másnap. Az embercsempészek előkészítik a terepet estére, rendőrökkel is összefutottunk. Megvan a véleményük, a felvétel titokban készült. Tegnap futottunk párhuzamosan. Ott futott az áramban. Ja. Azt hitte, hogy lehagy, de aztán nem bírt lehagyni. Ezt így nézett, 6-szor legalább teljében fújt. Annyira nem örült neki. 15 óta már megszerveztük önmaguk, tehát egy jó képített rendszerük van. Hagytunk időt arra, hogy ők megszervezzék ezt az egészet. Meg most itt még hiába izélünk akármit, ha szerb rendőrség nem partner onnantól kezdve. Nekünk nincs rá hatásunk a lakhetesi erdőre. Most ment el, délőtt a járőrautó, szerb járőrautó, semmit.
nem ér semmit. Hanem mondom, így egyedül vagyunk, mint magyar rendőrök itt, és a probléma az, hogy nagyobb esély van megfogni mélységbe, mint azt, mert itt csak az meg megint, az megint pénzkidobás, tudod, nagyon jó, hogy most oké, megvannak csípve, jön érte a rabszállító, tranzitba ki, hát másnap, vagy, ezek vagy aznap, megint itt van. Komolyabb incidensről is beszámoltak, hogy mi történt, nem mutathatjuk be, azzal lelepleznénk a rendőröket. A lényeg, megoldották a helyzetet, senki sem sérült meg. A környéken élők mind úgy látják, isteni szerencse, hogy eddig nem történt komolyabb rendőröket, vagy éppen az ott élőket érő tragédia. Most már nem csak szírek jönnek, hanem törökök útlevéllel. Ők valójában kurdok. A rendőrök szerint jobban is lehetne kezelni a helyzetet. Vannak azok a bizonyos helyek, ahol ugye hozzá kell át. Mind itt is történt, itt van a szakaszon most ilyen pillanatban három olyan valami, ami necces. És ha egyszerre csinálja, akkor persze való át fog jönni. Most azt mondom, hogy annyi ember meg nincs, hogy, és ez hatványozott a probléma éjszaka, mert annyi emberünk meg nincs, hogy mondjuk ide, mert én legszívesebb azt csinálnám, hogy ugye maradna egy járőr, de ezekre a pontokra ide a mellé, úgyhogy ne lássák, betennék csoportokat, vagy három fős városokat, és akkor hatékony lenne a dolog. Mert tudjuk az útvonalakat, helyek meg még jobban. A rendőrök szerint a balhé a kerítés közelében jellemző. Mélységbe nem tapasztaltam ellenszegülőt. Csak itt van, csak itt játszik az eszüket. Az embercsempészetnél lesz, tehát azok már úgyis leülnek, régen is leültek. De az sem megoldás, hogy itt elkezdünk lövöldözni. Újra este van, a faluban egy gyanús kis buszt vesznek észre. A mezőőrnek is szólnak. Nézd csak, TM 8, 9, aha. Érdekel titeket? Üres lesz még az autó. Várj, megállt. Érdekel, hogy milyen állampolgár, vagy valami? A kocsi üres, a sofőr állítja, azért körözött a faluban, mert a barátnőjét kereste, akit állítólag az 55-ös út 34-es kilométerénél kellene felvennie, ami az embercsempészek egyik kedvelt rakodópontja. A sofőr a központban marad, Sanyi szerint nem lesz kedve ma már szállítani. De nézd meg, ha jól megnézed, lehet látni, mindig itt vágják ki. Látod ezt a taknyolást, hogy van összehegezgetve végig? Ugyanezt a szakaszt vágják ki állandóan. Hát ez mi? Nézd meg, ez mi? Én sem tudok szépen hegeszteni, de ez valami undormány. Biztonságos határzár. Tehát láthatólag az illegális migráció veri szét azt, amit az Európai Unió évtizedek alatt felépített. Mi mindig is megmondtuk, hogy nem védjük meg a külső határokat, újra a belső határok fognak felépülni, és most ezt látjuk sajnos a szemünkkel. Ezt a napokban mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár a köztévén, csak hogy nem véletlen, hogy annak ellenére, hogy a rendőrök évente 10 000-nél több határsértésről számolnak be, a határon elfogott terroristáról alig hallani. Márpedig hihetetlen, hogy a kormány pont ezt akarná eltitkolni. A valóság az, hogy a 2017-ben bevezetett 8 kilométeres szabály miatt a rendőr nem intézkedik, nem ellenőriz, csak kísér. Akit egyébként visszakísérünk, azt tudjuk, hogy kicsoda? Nem. Hát, hogy szűrjük ki, hogyha van, mert ugye 1000 ember... Mondjuk mindig le vannak fényképezve. De ennél több nem történik. Ráadásul a magyar kormánynak köszönhetően, akit a határon elfognak, azt a rendőrök némi ingyen taxizás után el is engedik, jöhet újra, és az embercsempészek egy részét is szélne keresztette a kormány. Az idén összesen, aki megjelentés elfogásra került határon, ez elérte a 80 ezer főt. Pedig a hatályos ORFK utasítás szerint bűncselekmény a határzár tiltott átlépése, szabálysértés a tiltott határátlépés, illetve annak kísérlete. A belügyminisztérium statisztikája viszont azt mutatja, tiltott határátlépés alig történt az elmúlt években. Vagyis bűncselekményt alig regisztrálnak a rendőrök a határon, így magyartalanul, magyarul pedig tényleg leginkább értelmetlenül taxizzák azokat, akiket utolérnek. Szabálysértés miatt sem indul annyi eljárás, mint amennyi határsértővel a rendőrök a határon találkoznak, pedig az ORFK utasítás azt is tartalmazza. A rendőrségtől kértünk interjút, de nem adtak.
Írásban ígértek választ, de az sem érkezett meg. Kerestük a belügyminisztériumot is, de onnan sem reagáltak.